Összefoglaljuk, hogy mi történt az elmúlt pár órában. Az utcafrontra néző falnak a 70%-a elkészült, blokkot kell beletenni, meg kell néznünk, hogy a falak valóban merőlegesen vannak az elemek egymásra, még az OSB telítés előtt. Időközben jött még kőzetgyep ott, a csatornákat fel kell töltenünk, mielőtt az OSB-be bezárjuk a falat kintről. Hamarosan nekilátunk a telek hátsó oldala felé mutató fal felépítésének. Alsó palló, felső palló kombinációkat egy-egy szöggel összeütöttük a jelölés miatt. Erre nagyon kell figyelni mindig, hogy amikor jelöljük a kettő elemet, azonos jelölést szeretnénk mind a kettőre feltenni, hogy a pallók ne tudjanak elcsúszkálni egymástól. A szöget érdemes nem teljes mélységben beütni, hogy könnyen ki tudjuk majd húzni, amikor szét kell szednünk a pallót, mert hogy ez a következő lépésünk, szét kell szednünk a pallókat, kitesszük kb. 300-310 cm-re, hogy közé beférjenek a vázelemek, amiknek a hossza 285 cm, és akkor a terítést megkezdjük gyorsan, ezt a falat is összepukkantjuk, készítünk csatornákat, sarokelemeket, a betorkoló falatnak kisebb csatornákat, ahol csak 10-es pallók kerülnek középre. De ahogy az előbb ígértem, első lépésként akkor vegyük ki a szögeket, és szedjük szét a kettő összeszögelt elemet. Ha megnézzük a kamerával közelről, hogy mennyire van összeütve a szeg, illetve a kettő palló, akkor látszik, hogy nincsen tövék beütve, mégpedig azért, mert ennek a szerepe nem más, mint az, hogy ezt a kettő egymásra fektetett pallót összefogja, amíg a jelölést feltettük. Látszik, hogy a vonalak nincsenek elcsúszva, ez volt az elsődleges szél, mindkettő X, mindkettő vonal ugyanazon a ponton van az alsó felső elemen is. Szóval betesszük a szöget, kihúzzuk, nem eldobáljuk, hanem zsebre tesszük. Minden kötési ponton ugyanezt a művelet elvégezzük. Ezt most már megtettük korábban, a kamera kettőt mutatta meg csak az, hogy hogyan működik maga az egész folyamat, és most már széthúzható a palló. Szóval, amit tennünk kell, az nem más, mint a lejelölt pallót feltesszük ebbe a formába, látszik a jelölés, aztán a lejelölt pallókat, a zöldet pedig szintén élére állítjuk, és akkor a kettő közé be tudjuk tenni a már korábban levágott 285 cm-es elemeinket. Szia Góri, mit mutatsz nekünk? Megmutatom, hogy hogyan kell csinálni egy tojásos nokedlit. Jó? Na, szóval viccet félretéve. Vannak olyan helyek a falvádban, ahová nem férünk hozzá se kalapáccsal, se pedig a puskával. Nincs más megoldás, 90-es húzalszeg, mi lehet 80-as is, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy valamilyen szinten meg kell tudnunk szögelni ezt a kis legénykét, ami potyog ki a kezemből. Marok szegező. Így működik. És nyilván nem ilyen helyeken használjuk, hanem ha például itt szeretnénk. Bejött. Ferdeszögelés. Másik oldal. Mint az álom. Milyen neve? Mi a neve? Tökgolyónak szokták hívni, nem úgy hallottam, hogy tökgolyó. Azért hívjuk tökgolyónak, mert egy tök formájú, tök színű, a tökre emlékeztető golyó formájú marokszegező amúgy. Marokszegező? Aha. Jó. Marokszegező, meg kell markolni, és akkor még egyszer meg kell markolni, akkor lehet szegelni nyugodtan. Az igen. Jó, és mivel erre most még szükségünk lesz, ez akkor itt marad, de első lépésként visszateszik a puskára a követ. És ennek átadjuk a fegyvert. De akkor ha valaki ilyet szeretne vásárolni, tök golyó néven keresel rá? Tök golyó néven a... A webshopban megtalálható tök golyó. Használ tök golyókat, te érdekes. Levi, tudod melyik a tök golyó? Én tudom. Melyik gép a tök golyó? Igen, tudom.
Marokszegező. Marokszegező. Egyszer-kétszer beleszaladunk olyan pallóba is, aminek a szélén rajta van a kéreg. Jó esetben egyébként nem kellene, hogy ilyeneket kapni, mivel kötelekben vásároljuk a fát, előfordul az is, hogy kérges faanyagot kapunk. Na most ezt nem kell kidobni, mert ez a faanyag még nem rossz, ez nyugodtan beépíthető. Egyetlen egy fontos dolog viszont van a faanyaggal és a kéreggel kapcsolatban, amit a Levi frissen diplomázott szakemberként elmond. Tökéletes lakóhely, akár tevébogaraknak. Szóval mit csinálunk vele? Elpusztítjuk a lakóhelyét. Nagyon jó. Mivel pusztítjuk el? Vésővel vagy snitzerre? Ez a fenyőkérek felhasználható esetleg a kertépítésben? Szép. Hogy múlcs. Ha túlságosan jön ebből össze, akkor baj van. Az azt jelenti, hogy nem a legjobb a faanyag. Elkészült az új könyv. Már rendelhető a webshopban. Könnyű szerkezetes rétegrendek, falak, födémek, tetők. A szakirodalom foglalkozik a szerelt homlokzati kialakításokkal, taglalja a szálas szigetelőanyag használatát, a zárt és a nyitott cellás purhab szigetelést, illetve kitér a fújható celluló szigetelésre is. 12 falváz rétegrend, 6 különféle tetőszerkezeti hőszigetelési megoldás és 4 padlásfödém szigetelési mód kapott helyet a könyvben. 300 fotó, 25 videó és 70 oldalnyi épületfizikai modellezés színesíti a több mint 200 oldalnyi tartalmat. A szerkezetépítés rejtelmeit kutató érdeklődők számára a 2021-ben megjelent első kötet továbbra is elérhető, illetve a két kiadvány csomagként is megvásárolható egy kedvezőbb áron. Részletek a www.ácsbudapest.hu/könyv oldalon. Hol rendelted ezt a börtokot? Ezt a Levi csinálta. A Levi egyébként képzőművész, ez egy korai szarvas levette. Ennek a másolatai kaphatók a webshopban, rendelésre készíti. Nagyon-nagyon sokba kerül. Ennek az ára felbecsületetlen, ez az első. És ezt órabérbe csinálta a munkaterületet. Lehet utána csinálni. De nem érdemes, mert most három könyv vásárlása esetén 20 darab ilyet adunk ajándékba. Egy ajándék. Vésőtök. Pedig már nem más, mint egy válaszfalnak az új csatornája. 10-es válaszfal, 10-es palló középen, jobbról pedig a 2 darab 15-ös. Hátsó falnak az aktuális állapota, nyílászároknak kialakított keretek, egy hátsó ajtónyílás a teraszra. Aztán ahogy fordulunk, látszik, hogy a tárolónak is van egy kicsi kis ablaka, egy becsatlakozó falnak az új csatornája, megyünk tovább, egy nagy ablak az egyik szobában, még egy ablak a dolgozó szobában, és az utolsó pedig most készül, azzal fogjuk zárni a napot. Úgy néz ki, az időjárás picit elromolni látszik, mert hogy eltűnt a nap, beborult az idő, reméljük, hogy nem lesz eső. A kamera egyelőre marad itt, és akkor megnézzük, hogy hogyan zárjuk le ezt a falszakaszt. A falvázépítés első szakaszának a végéhez, holnap reggel innen folytatjuk. Visszatértünk az építési területre, egy picit borús az idő, a mai napon a falak OSB borításával foglalkozunk. Egy-két pallót még be kellett dobálnunk, a kettő fal tegnap elkészült. Az OSB-ket kiterítjük, blokkolunk, szögelünk, először beállítjuk a táblák helyzetét kéziszögekkel, húzalszegekkel, azt követően pedig puskákkal végigszaladunk az egész felületen. Támai tagjai Lehel intézi a blokkokat, Sunny vágja a blokkokat, Levi vágja a táblákat, először a hosszát vágjuk le a megfelelő méretre, aztán a toldáshoz,
el kell vágnunk a táblát 62 félre, a 125 cm széles táblát ketté pukkantjuk, 62 fél. Ahogy már korábban rengetegszer láthattuk, állítva kerülnek fel a táblák, a felső csík, a 62 feles pedig vízszintesen hosszában fog futni. Itt vagyok benne abban a kamerában? Aha, látod a kamerát? Aha, látom. Ki van benne? Én. Nagyon örülsz neki? Várjál, én vagyok ez? Szerintem nem te vagy. Nem. És egy... Ami nagyon fontos az egész OSB táblázás megkezdése előtt, az nem más, mint az, hogy fel kell töltenünk a csatornákat szigetelőanyaggal, hiszen a csatornának a belső oldala nem lesz megközelíthető, mert palló van benne, zárt az épület belső oldala felől, kívülről pedig rá fog kerülni az OSB. Mit jelent ez? Be kell vágnunk a szigetelőanyagot ezekbe a csatornákba, mielőtt még bezárnánk az egész falrendszerünket. Aztán még egy csatorna, csak hogy végigszaladjunk, egy 10-es csatorna, egy 15-ös eddig, aztán van még egy 10-es eddig, 2-10-es, és a csatornák elfogytak, szóval 2-10-es csatornánk van, és egy 15-ös. További fontos információ az, hogy le kell jelölnünk a pallóknak a helyét, azért, mert amikor az OSB majd rá fog menni, akkor nem lesz látható az, hogy pontosan hol van. A szögelési pontok adhatnak némi támpontot, de menjünk biztosra, legyünk precízek, húzzuk le a jeleket pontosan amiatt, hogy ne kelljen találgatnunk, tényleg jó helyre kerüljön minden a szögelésünk, mert hogy amikor fent van az OSB, akkor össze tudjuk csapni ezeket a pontokat egy egybefüggő vonallá, aztán utána lehet a vonal mentén szögelni az OSB-t. Van húzalszegünk, 3,5x90-es húzalszeggel dolgozunk. Felcsípjük az OSB táblát a helyére. Abban maradtunk, hogy lehúzzuk az aljáig. Elvileg az átlókat megnéztük, többé-kevésbé ennek jónak kéne lennie, ami azt jelenti, hogy ha az alsó vonalat tartjuk, akkor itt pont középre kéne, hogy érkezzünk. És ilyenkor egy darab húzalszeggel nyugodtan le lehetne ütni. Húzzuk a helyére. Leho, egy percet tudsz jönni, hogy ezt a végét meghúzzuk pontosan, hogy az aljával jók legyünk? Egy picit kijebb húzom, hogy a szeg beférjen, azaz. Ott jók vagyunk, középen vagyunk? Jó. Szóval itt fut az alja, ott középen van, itt is középen van, leütöm akkor. Jó, köszi. Leütjük csak egy picit, hogy ne menjen sehová. Aztán majd jövünk vissza, és végigpukkantjuk puskával az egészet. Ha már minden a helyére került. Még talán egyet dobunk ide. Jó, pár darab szeget. Teszünk el. Ami leesik, azt felszedjük. Nem hagyjuk, hogy kárba vesszen. És akkor folytatjuk a munkát. Ide kell vágnunk még egy tábla OSB-t. Ezt megmérjük, hogy mekkora. 101 cm a teljes méret. Szerintem 100 és féllel jók leszünk, mégpedig azért, mert be kell tennünk távtartónak. Úgy, ahogy az elmúlt jó pár évben rengetegszer, egy ilyen 3,5 mm vastagságú szeget. Azért, hogy amennyiben a tábla esetleg dagadna valamikor a jövőben, akkor ne tudjon púposra dagadni, nem legyen lehetősége dilatálni. Az előbb említettem azt, hogy mindenképpen fel kell tölteni a csatornákat kőzetgyapottal, mielőtt bezárjuk OSB-vel. Ahogy magyaráztam, a háznak a belső oldalából nem fogunk hozzáférni, mert hogy palló van benne, 10 cm mély csatornánk van, itt 10 cm-es száraz szigetelőanyagot használunk. Az alapszabály továbbra sem változik, semmiképpen ne vágjunk keskeny anyagot azért, hogy könnyebben tudjunk dolgozni, hogy beleeshessen, mert amikor látunk valami hézagot, az mind-mind a szigetelési
teljesítményünket fogja megtorpedozni, szóval egy picit vágjunk szélesebbet. Itt van egy darab szigetelőanyag, van egy vezetőpallónk, ezt használjuk most 15 cm, majdnem egy picivel szélesebbet fogok vágni, és akkor ez a méret fog belekerülni a csatornába úgy, ahogy ezt már itt láthattuk. Nincsen kőzegyepot vágó késünk, így egy szikével dolgozunk, jobb héján ezt gyorsan levágjuk, aztán méretre szabjuk, betömködjük, és jöhet a következő OSD, amit az előbb már megmértünk. Azzal főzünk, amink van, egy szikkel. Elvágjuk szépen, újakra vigyázunk, továbbra is. Ezt most nem használjuk, félretesszük csak igen, ide. 285 cm magas a falunk, szigetelés alapszabály, felnyomjuk ütközésig, és az ütközött ponttól jövünk lefelé. És egy picivel többet hagyunk, elvileg eddig kéne, hogy érkezzünk, hogy a két szigetelés összeérjen, de továbbra is az örök szabály, 2-3 cm ráhagyunk, inkább 2-t, hogy ne legyen összenyomva, ne felejtsük el, az összenyomott szigetelés nem jól teljesít, akkor látszik azt, hogy egy picit túllog, hátrébb húzzuk, gyönyörűségesen beillesztjük, és mindenki pontosan találkozik mindenkivel. Nincsenek hézagok, nincsenek tátongó lyukak, nincs űr, de kb. Így kéne kinéznie, és hogyha belenézünk, akkor látszik, hogy ez a falunk egy picit íves, maga a palló, ezzel most nem foglalkozunk, úgy lett az OSB pozícionálva, hogy az ív egy picit kiló, 2 mm-ünk van itt a hasában középen, azzal nem foglalkozunk, és még egy fontos dolog, ha már a saroknál vagyunk, a könyvben le lett írva, hogyha esetleg valaki házépítésre adna a fejét, és ezt a kapcsolatot szeretnék kialakítani, akkor mindenképpen arra törekedjünk, hogy a felső pallónk, vagy az alsó pallónk, ott talán jobban lehet látni, átcsavarodtunk az alsó pallóra, ez a háznak a valós mérete, hiszen ezt szabtuk le az alaptesthez, és ha a kamera bejön erre az oldalra, és bekukkantunk, látszik, hogy 2-3 mm-nyi mozgásterünk itt van. Nagyon fontos összefoglalva, az alsó palló szélénél nem lóghat ki jobban ennek a függőleges vázelemnek a része, mert ez el tudná tartani az egész házunknak a sarok kapcsolatát, szóval mindenképpen hagyjunk 1-2 mm-t. Kettő lehetőségünk van, vagy hagyjunk 1-2 mm-t az alsó palló és a függőleges vázelem kapcsolatánál, vagy pedig húzzuk ki ére, de semmiképpen ne lógjon ki a függőleges elemünk jobban, mint az alsó pallónak a vonala. A mai nap a kreativitás jegyében zajlik. Levi kitalált egy új USB szállítási módot, nem két emberes, igaz? Nem bizony. Nézd? Átgörgeti. Hoppá! Az agresszivitás levezeti a munkában. Komoly. Judoztál, mi? Judo mester. Vigyázni kell vele. Vedd fel a főnöki sapkát, szán. Szerintem lassabb kigördülés kell. Azaz. Már megnézzük, hogy a főnök mit szól hozzá. Jól dolgoznak a fiúk, kreatívak, szaporák, termelik a lóvét. Egy ebédszünettel a hátunk mögött visszatértünk az építési területre. A délelőtt folyamán beborítottuk USB-vel az első falat, ez látható mögöttem. Balra pedig még a hátsó fal hátra van. Levágtuk az USB-ket méretre, gyorsan felveszem a kamerát, aztán elkezdjük kicsapni a blokksornak a helyét. Szeleteljük az USB-ket, szeleteljük a pallókat, csattognak a puskák, nekiállunk azonnal, mert ugye a mai napon még tervben van a hátsó fal vázának, mármint a hátsó rövid fal vázának az elkészítése is. Ez az első fal, csatornákat feltöltöttük. Kötésben van az OSB mindenhol, és itt vannak elvágva felső palló, alsó palló páros. Ekkora szakaszon tudjuk majd toldani. Toldásnál mindig fontos az, hogy legalább 60 cm széles anyaggal, táblával borítsuk magát a falvázat. Egyik ablak, másik ablak, itt pedig a háznak a vége. Az OSB picit itt túl lett nyújtva, ezt majd le kell vágnunk ott az alsó szakasznál. És akkor egy gyors körkép, itt a blokkokat feljelöljük, szanék levagdalják a gérvágóval, beszögeljük, aztán hordjuk a táblákat, szögeljük kézzel, kalapáccsal, puskákkal. A Levi-Lehel kombó itt csapja meg a blokknak a
pontos helyét. Én pedig elkezdem megmérni és felírogatni azt, hogy mekkora blokkokat kell vágnunk ahhoz. Hoppá, még ezek is hiányoznak. Itt a kis csonkák hiányoznak. Ezeket is pótolnunk kell. Hát, hozok egy mérőszalagot. Harminchét. 36,5. És akkor mindig így lesz a jel, jó? 22,9. 36,4. Ez egy kerek 20. 7,6. És 33,3. Jó. Itt egy picit úgy tűnik, hogy a portól elcsúszottam. Elfogyott a zsinóró. Szuper. X-et teszünk. Na szóval, megpróbáljuk a Lehelnek az új szögbelövőjét, a zöld színű legénykét. Hoppá, rézi, aha. Nagyot üt a zöld. Mélyebbre kell lőnünk még a szegeket. Kettő részre bontottuk a brigádunkat, ketten a pallók vágásával foglalkozunk, kettő ember pedig az OSB táblák borítását végzi. Kettő ember kell a pallók előkészítésé, ez mégpedig azért, mert az egyik ember előkészíti a kupacnál. A palló egyik végét lecsapja egy kézi körfűrésszel derékszögre, a másik ember pedig esetünkben én a gérvágónál állunk, és szabjuk mérete 285 cm hosszú elemekre van szükségünk. Kamerát felteszem a fejemre, aztán megnézzük, hogy hogyan néz ki mindez az én szemüvegemen keresztül. Szóval látszik, hogy a Lehelék borítják azt a falat. Alápakoltunk szintén, hogy lehessen az átlókat nézni. Szakaszolva történik mindez. 4 méteres szakaszokra bontottuk. Egy picivel több talán, mint 4 méter, mert hogy 14 méter és 5 cm hosszú az egész ház. A hosszanti értéket mondtam most, 3 részben kerül majd felállításra az összes fal, éppen ezért kellett eltörni, hogy bírjunk vele, erről már volt szó korábban. Másik falon kimartuk a nyílázáraknak a kereteket, itt pedig már nem más, mint az én munkaállomásom. A Sunny abból a kupacból dolgozik kézikörfűrésszel, én pedig a gérvágóval töltöm a következő 1 órát. Igen, is. Egy jó nagy kupacfát levágtunk az elmúlt 1 órában. Mutatom, hogy mennyire jutottunk, mennyit halmoztunk fel. Körülbelül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 kupac van, 13, 52, 50 darab van, hogyha jól számoltam, és tényleg minden sorban 4 darab palló található, 50 darab, és körülbelül 62-64 darabra van szükségünk. Amit csinálunk, az az, hogy lepukkantjuk még ezt a pallót, azt a pallót, abból még lesz 4, és szerintem azt a 3 sort fent a kupac legtetején. Azzal megvagyunk a teherhordó falvázelemekhez, azután pedig nekiugrunk ennek a kupacnak. 10-es pallók, nem teherhordó válaszfalak. A méret ugyanaz, 285 cm. 5 cm alsó palló, 5 cm felső palló és 5 cm dupla felső palló, de előtte még gyorsan margjunk ki egy nyílászáró keretet, nézzük meg közelről, hogy az hogyan működik, ezt sem láthattuk mostanában. És hogy ne úgy tűnjön minden, tényleg, hogy ne úgy tűnjön, hogy mindent én csinálok, Sunny lesz az előadó. Nem tűnik úgy, hogy mindent te csinálsz. Na? Remi, neked úgy tűnik mostanában, hogy mindent a Peti csinál.
Jó, oké, fizetésemelést szeretnél levi. Jár a sör. Indul a marró gép. Rossz az irány, balkezes. Indul a marró gép. Újra veszem, tudod? Újra veszed, addig mondod, hogy el nem tart a jó irány. Eltalálom. Jobb kormány a kautra. Az volt a jó irány, nem? Az volt a jó irány, mert feltűnően perdén, látod? A jó Istennek van humora, úgy tűzöl belőle, visszahagyja. Jó. Megint csak elérkeztünk egy epizódnak a végéhez. Jövő héten innen folytatjuk, építjük a falakat, válaszfalakat, teherhordó falakat, OSB borítás, falállítás. Egyszer vissza is kellett engednünk, mert hogy túlságosan nagy falatnak bizonyult a fal, de ennyire ne szaladjunk előre, meglátjuk jövő hét pénteken. Éppen úgy, mint mindig, most is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, találkozunk jövő héten, szevasztok! Együttműködő partnereink a Masterplast, Baustil Kft. Az Újházcentrum tagja, a Hellinghausen Workwear és az Aplast Kft.